Amikor egy házasság zátonyra fut, két lehetőség közül választhat a pár. Küzdenek akár külső segítséget is igénybe véve azért, hogy megjavítsák a kapcsolatukat, vagy pontot tesznek közös történetük végére, és a vállás mellett döntenek. Közhely, de igaz, hogy manapság még mindig magas a vállások száma, de egyre többen döntenek az újraházasodás mellett is. Ha pedig gyerekei is vannak az újdonsült párnak, akkor létrejön egy mozaik család. A mozaik család egy olyan rendszer, amiben legalább az egyik szülő szerepe pótszülői, vagyis egy együtt élő, adott esetben házasságban élő pár legalább egyik tagja hoz a kapcsolatba egy gyereket a korábbi kapcsolatából. Bár ránézésre egy mozaik családot könnyen összetéveszthetünk egy hagyományos családdal, az igazság ezzel szemben az, hogy jobban nem is különbözhetne a kettő. A hagyományos családokban minden szülő és minden gyerek vérszerinti kapcsolatban állnak egymással, a mozaik családok esetében azonban az egyik szülő máshol él, a gyerekek az egyik szülővel élnek, a másikkal pedig időközönként találkoznak, az új pár közös gyerekei, hogyha vannak, viszont együtt élnek a szülőkkel. A hagyományos családban a szülői szerepek és funkciók csak a házas párnak jutnak, még a mozaik családban a mostoha szülőkre is hárul ez a feladat, miközben a külön élő szülő szintén gyakorolja ezt a szerepet. A hagyományos család esetében a pár a szülőszerep előtt maximum házas pár volt, egyszerre csöppentek bele a szülőségbe, a hagyományos családban a szerepek is biológiailag determináltak, nem kérdésesek, míg a mozaik család esetén a pártkereső és találó szülő már szülőként lép bele egy új kapcsolatba, és a mozaik családban a szerepek szerzettek, és nagyon sokszor tisztázatlanok is, és ezek ugye új és új határkérdéseket is felvetnek. A hagyományos család tagjai mind egy és ugyanazon rendszerhez tartoznak, ami viszonylag zárt, határai jól meghatározhatóak. A családtagok rendszerbe tartozása egyértelműen meghatározott, kifelé pedig lehatárolt. Ez, hogy a családtagok egyazon családba tartoznak, biológiailag, érzelmileg, jogilag, de még térben is stabil. A mozaik családoknál viszont a gyerekek több családközösség részei is egyszerre, a határaik eltérhetnek a hagyományos családokétól, hiszen itt mindig van valamilyen átjárás. Ezáltal az a tény, hogy pontosan ki is tartozik a családhoz, biológiai, érzelmi, jogi, de még térbeli szempontból sincs egyértelműen meghatározva. A hagyományos családban a szülők viszonya, kapcsolata a gyerekeik felé szimmetrikus, míg a mozaik családban nem, főleg jogi szempontból. A mozaik családban a mostoha szülőknek kérdésesek a szülői jogai, akkor is, hogyha egy háztartásban élnek. Míg a hagyományos család a kezdetektől együtt írja a történetét, közösek a rítusaik, szokásaik, az identitásuk, ami összefogja őket. A mozaik családban nem így van, ott különböző kultúrák, szokások találkoznak egymással, és együtt kell megírniuk a saját történeteiket. Ez a rengeteg elmondott különbözőség mind konfliktusok, játszmák és visszaélések forrása tud lenni, aminek viszont egy valaki lesz az igazi vesztese, a gyerek. A gyerekek életében a szüleik válása és a mozaik család létrejötte is rizikótényező az érzelmi és viselkedészavarok, stresszel való maladaptív megküzdés szempontjából, de egyértelmű ok-okozati összefüggés nincsen. Bár sok a rizikótényező, konfliktus forrása a válás és a mozaik család létrejöttek körül, ami igazán komoly problémát okozhat nekik, a gyerekeknek, akár még későbbi felnőtt életükben is, az az, hogyha ki voltak téve a szüleik konfliktusai, játszmáinak a válás során, illetve hogyha a szülők túl sűrűn váltogatták a partnereiket. Elmondhatjuk tehát, hogy traumaokozás szempontjából és elakadás okozás szempontjából nem az a fontos, hogy válunk, hanem az, hogy hogyan válunk. A kutatások azt mutatják, hogy egy tiszta válás után létrejött mozaik család és az abban való felnövekvés nem jelenti egyeneságon azt, hogy a gyereket veszteség érné például a megküzdés terén, sőt. Egy konfliktusos környezet után egy stabil családi háttér a már kialakuló félben lévő viselkedési zavarokra, de még a tanulmányi eredmény romlására is gyógyír lehet.